Mehet? Oké. Na, akkor kezdjük azzal, hogy hol vagyunk most. Ez a házunk, házunk nappalia, és amikor Vinyó megszületett, akkor... Vinyó. Vinyó. Vince. Így hívjuk a kisfiunkat. Egyébként már 2 éves. Szóval, amikor... És nem ilyet vegyem újra, vagy... Oké. Szóval, amikor Vinyó megszületett, akkor mind a ketten úgy éreztük, hogy nagyon szeretnénk egy ilyen kertes házba költözni. Rengeteg házat néztünk meg, mire kiukadtunk ennél. Ez az? Nézem. 22. Akkor ez lesz az. Itt megállok, oké? Oké. Izgulsz? Aha. Na, menjünk. Amikor beléptünk, igazából nem volt kérdés. Olyan volt, mint amit így álmában lát az ember. De közben meg nagyon is valóságos volt. Rögtön láttuk magunkat benne, az életünket. És mindketten ugyanarra gondoltunk. Hogy mennyibe fog ez kerülni nekünk. Te milyen vagy. Egy hónap múlva már költöztünk is, az elején minden simán ment. Minden tökéletes volt, de aztán... Elmondott-e? Mondjam. Aha. Aztán egyik este elkezdett esni az eső, ami ugye normális, hiszen az eső esik néha. Mondjuk elég durva eső volt. Igen, de nem volt semmi szokatlan, vagy semmi extrém, meg hát ezért van tető a fejünk fölött. Mondjuk nem is a tetővel volt gond. Tekla! Tekla! Gyere már! Áll, oda lenne a víz. Oda lenne áll a víz. Ázik, vagy jön föl, vagy nem tudom. Ennek nem kéne áznia. Persze, nyilván nem kéne áznia, de ázik. Szétázott mindenünk oda lent. Minden. Innen azért nehéz volt felállni. Az alsó szint teljesen elázott. Kiderült, hogy a háznak gyakorlatilag nincsen vízszigetelése. És erről valamiért hallgatott az eladó. Úgyhogy... Rengeteg mindent kellett átgondolni. Kitalálni, felújítani, és hát elmúlt az a lelkesedés is, ami korábban volt. De erőt vettünk magunkon. Azzal motiváltuk magunkat, hogy ilyen lakásfelújító sorozatokat néztünk. Magazinokat olvasgattunk, csak hogy visszanyerjük azt a varást, ami volt. És ekkor láttuk meg a pergolát. Ez azért volt jó, mert újra elkezdtük azt érezni, hogy jó lesz itt lakni. Milyen jó lesz kint ücsörögni, fröccsözni nyáron, Vinyó születésnapját ünnepelni a családdal. És akkor egyik nap Tomi hazajött. Nem fogod elhinni, ki hívott ma. Tényleg nem? Nagyon vicces. A pergolás cég. Melyik? Tudod, amelyiket a múltkor néztük az iPad-en. Hívtak valami rendezvényükre, hogy vigyem az önálló estemet. A kitolást. Aha. És úgy gondoltam, jól kifaggatom őket, hogy milyen pergola passzol ide a teraszra. Ez jó ötlet. Meg hogy mennyibe kerül. De jó. Aztán lejött az egész család is. És mindenki szuper segítőkész volt. Tomi szeret minden apró részletre rákérdezni. Hát igen. De mindenre tudtak válaszolni. Ráadásul nagyon kedvesen és részletesen. Aztán igazából nagyon felgyorsultak az események. Megkaptuk az ajánlatot, és hamar sikerült véglegesíteni a rendelést is. Aztán már jöttek is ezek a helyes fiúk beszélni. Helyesek. Ó, csak vicceltem, viccelek. Mindenesetre minden időben elkészült, pont ahogy megbeszéltük. És végül tényleg ez lett a ház központi helye. Itt fogadjuk a családot, barátainkat, vagy csak kettesben fröccsözünk egy szombat estén. Vagy csak a csillagokat nézzük. Az a legjobb, hogy így minden évszakban lehet használni a teraszt. Télen csak bekapcsoljuk a gombát. Nyáron elfordítjuk a lamellákat, hogy beinduljon a szellő. Ó, a szellő. Szóval, nagyjából ez a mi történetünk.
Semmi, csak mosolyogok. Terasz? Aha, terasz. Na, hát akkor ennyi.